Futófeldő a fátyla, nyíló virág az arca. Sújt a tavaszi szél kardja, dús a harmat smaragdja. Nem tör a szív magasra, a jádehegytetőre. Már dől a hold a földre, dől a jánspis terasz. Az ünnepi könyvhét alkalmával nagy szeretettel köszöntjük és üdvözöljük Gyulán, a Gyuláról elszármazott, Gyulára visszatérő Krasznahorkai László József Attila díjas költőt. Kedves Laci, sokan ismernek, néhányan forgatják, többen forgatják a köteteidet, de esetleg nem tudnak beazonosítani. Ha a városi televízió nézőinek is elmondanád, ki is vagy te tulajdonképpen? A kérdés rendkívül nehéz. Itt születtem Gyulán. Tudjuk, a dologban az a nehéz, hogy elmondani pár mondatban, hogy ki vagyok, ha én ezt tudnám. Gyulán születtem, és itt nevelkedtem, és 18 éves koromban kerültem el Gyuláról. Tehát szülővárosom is, és hát a ifjúkorom városa is Gyula. Hát, és hát rendkívül döntő élmény volt a számomra természetesen itt élni Gyulán, hiszen azt hiszem, egyetlen gyulainak sem mondok újdonságot, ha azt állítom, hogy Gyulán élni, az más jelentett, mint mondjuk Békéscsabán, vagy Szarvason, vagy Hódmezővásárhelyen. Olyan, egyrészt olyan rendkívüli ködlovagokkal volt az ember gyerekkorában körülvéve, olyan bácsikkal és nénikkel, akikről aztán az ember kamaszkorában is kiderült, hogy tényleg megérdemlik a ködlovag nevet. És hát volt egy olyan kisvárosi polgári kultúra is Gyulán, amit nagyon nehéz elfelejteni. Nagyon szép város volt régen Gyula, én nagyon szerettem a zöldjeit, a virágokat, az épületeket. Azt, ami új, azt nem igen kedvelem már, de hát ezzel azt hiszem megint csak nem az egyetlen gyulai vagyok. Nem mindenki tudja, és nagyon jó lenne, hogyha a te szádból hangoznál azért, hogy végül is a írói alkotó munkát közül melyek azok a művek, amelyeket megismerhetnek, vagy könyvtárban, vagy könyvesboltokban a nézők, melyik számodra most per pillanat a legkedvesebb? Vagy van egyáltalán? Nagyon nehéz kérdés, mert kedves könyv számomra az éppenséggel nincsen, igen. Mert én elég nagy kínlódások, és nem igazán, hogy is mondjam, egy ilyen belső tűz által hajtva, inkább fogcsikolgatva dolgozom. Minden könyvem kötődik egyébként Gyulához, az utolsót kivéve, aminek az apropójában éppen itt vagyok. Ma 1992. június 1-én, másodikán. Minden könyvem valamiképpen kapcsolódik Gyulához, még az is, amely 86-ban Kegyelmi viszonyok címén jelent meg, és halálnovellák alcímmel, és novellás kötetgyanánt került akkoriban az olvasókhoz. Még ott is vannak olyan írások, amelyek Gyulával kapcsolatosak, történetesen egy vadőrről, aki a Posteleki erdő csapdása. De két regényem jelent meg ezt. Ezen kívül ezeknek kifejezetten gyulai helyszíneik is vannak. Különösen a második regényem, meg az Ellenállás melankóliát című 89-ben megjelent regénynek, amelynek a... De a sárkántangója az is valahol, igen. Ezen a vidéken játszódhat. Ezen a vidéken, és ott is van egy gyulai helyszín, az Arany Háromszög nevű románvárosi kocsma. Az egész nagy románváros és egy-két más gyulai helyszín. A sárkántangó városi helyszínei azok azonos, hogy gyakorlatilag Gyulával, pontosabban azzal a Gyulával, amelynek a valószerűtlenségéről már beszéltem, inkább csak képzeletemben él. Az Ellenállás melankólia című regénynek a helyszíne viszont 1904-es gyulai utcanevekkel és gyulai térképek alapján készült. Az aztán tényleg gyulai könyv. Talán elárulhatnánk a nézőknek azt is, hogy a munkáid közül jelentek meg Németországban, és hát Németországban adták ki. Hogyan történik ez? Tehát valaki fölfigyelt, hát megtetszett a munkája, kiadót találtál, kiadó keresett, és mennyiben van visszajelzésed, hogy ezt szeretnek ott téged, hogy mennyire olvasnak? Hát nézd, minden könyvet megjelentették németül. Így, ahogy mondod, fölfigyeltek egy írásra, érdeklődést támasztott egy másik. Eleve már olyan közegbe került, amikor Berlinbe költöztem egy évre először, 87-88-ban,
olyan közegben, ahol automatikus volt, hogy az ember bizonyos ismertségre teszett, pusztán azzal, hogy ott van. Nem kellett sajnos akkor még ahhoz semmit tenni. Kicsit el is kényelmesedett az emberettől, de azért mégis az írások döntöttek. Valamilyen érdeklődést keltett. Nagy volt az érdeklődés egyébként is Németországban, abban az utolsó pár évben a magyar irodalom, meg a cseh, meg a lengyel, meg a román, meg a délszláv irodalom iránt. Ez nem érthetetlen, ma már tökéletesen értjük, hogy miért. Volt egy kelet-német, akkor is értettük ugyan, egy kelet-német, tehát egy lekötöttsége a nyugat-német társadalomnak, és természetesen ő közelebbre érzékelt a diktatúra minden nyűgét és minden szörnyűségét, kibírhatatlanságát. A lehető legautomatikusabban ment az én németországi elfogadtatásom, ismert magyar írónak számított Németországban. De nem többnek. Szóval. Ha már arról van szó, hogy van-e visszajelzés az olvasó fele, itt Magyarországon érdekel egyáltalán, és ha érdekel, akkor van-e róla tudomásod, hogy valóban kik olvasnak, milyen az olvasottságod? Könyvtárban, könyvesboltban, vagy esetleg írólvasó találkozókon van erre mód? Nagyon nehéz ezt megítélni. Szerintem nagyon kevesen olvasnak. Én azt hiszem, hogy azok a könyvek, amiket én írok, keveseket érintenek, de ez rendben is van így. Én nem gondolom, hogy az irodalomnak a létjogosultságát, az olvasottság mennyisége dönti el. Én azt hiszem, hogy ha néhány olyan ember elolvassa a könyvet, akivel egy kicsit konvencionálisabban szólva, hát valami dialógus létrejön, valamire inspirálom az olvasót, azt a néhányat a könyveimmel, akkor az már nagyon fontos dolog, és ezt én nagyon sokra becsülöm. Hányma kaptad József Attila díjat? Azt nem tudom pontosan, talán 87-re, vagy 87 talán. 87-ben. Vagy 86. Ez mennyiben hatott rád egyáltalán? Szóval jó, egy kis öröm, egy kis nem tudom, vagy annál több volt? Vagy nem volt öröm egyáltalán. Nem volt. Akkoriban egy József Attila díjat kapni, az egyáltalán nem öröm volt, hanem iszonyatos probléma. Tudnék, az összes író barátom összedugta a fejét, hogy átvegyem-e vagy sem. Nem én döntöttem, én nem értem olyan értelemben irodalmi életet, hogy... De kikértem azok tanácsát, akik a barátaim ebben az irodalmi életben, nem sok ember. És hát nagy vitákat eredményezett az, hogy egyáltalán felajánlottak. Én nem voltam aztán végképp a rendszer, az akkori rendszer kegyeltje, de akkor már, hogy az eresztékekben már azért volt olyan lazulás, hogy hát egy ilyen könyvre, mint a Sátán tangó, amesztem, hát mindennek nevezhető, csak mondjuk rendszertámogatónak nem, vagy szóval politikai értelemben, hát semmiképpen nem volt, hogy ez József Attila díjat kapjon. Itt már valószínűleg akkor néhányan tudták, hogy talán érezték, hogy itt ez a rendszer... Valami van a lesz. Valaminek vége van, és hát szerintem ez ilyen belső harc eredménye volt, hogy felajánlották. Hogy elfogadtam, ezt meg néhány barátom tanácsa, tűnik, hogy mindent el kell venni, és a pénzt felajánlani jótékony célokra, és ez történt. Laci, és aztán hogy alakult az, mert ha tudunk róla, hogy a Sátán tangójából film készül, ugye a Tarzsal közösen. Igen. Írtátok a forgatókönyvet? Közösen írtátok át a forgatókönyvet, és hogy alakult eddig, musztereket láttál-e, szereplőválasztása, miben volt ennek az aktualitása? A fele készen van. Igen? Valóban közösen írtuk a forgatókönyvet, és hát ugye a film egész filozófiai dimenziót is közösen határoztuk meg. Többek között itt is fogunk forgatni, még nem voltunk Gyulán, van a gyulai helyszínek is természetesen. Szó volt talán róla, hogy február vagy mikor vártunk volna. Időpontok azok. Minden csúszik, de egész biztos, hogy hamarosan talán ősszel. Kik lesznek a főszereplőkben? Többnyire nem színészek. És elégedett vagy-e a szerepválasztással? Tehát visszajön az, amit te gondoltál? Szerepválasztás, és a helyszínek tökéletesek szerintem nagyon is visszajön. Egy új dolgot csinálunk. Többnyire amatőrökkel? De többnyire amatőrökkel, igen, de ezek önmagukhoz képest egyáltalán nem amatőrök, hanem önmagukat abszolút professzionális módon tudják képviselni, és igazából olyan arcokat kerestünk, amik mögött valódi, tényleg mély dolgok vannak, anélkül, hogy a szempont lett volna, döntő szempont lett volna, hogy hogyan beszél, vagy nem tudom, ezek is szempontok volna, tehát egy szokásos szint. De alapvetően inkább arra figyeltünk, hogy milyen sugárzása van ezeknek a
rémületes embereknek. Nagyon jó a szerepválasztás, igen, jó, szerintem. De akkor, aki nem olvast el, az legreméljük, hogy filmről megnézi. Lacikám, tudom, hogy nagyon rövid az idő, vissza kell menned a könyvtárba, az új könyvedről kell beszélni, illetve ezt dedikálod és bemutatják, úgyhogy nem is akarunk akkor tovább fenntartani. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradtál, megtiszteltél bennünket, további eredményes munkát kívánunk neked. Köszönöm szépen. Minden jót.